Nagyon remélem, hogy ti nem próbáljátok, de van egy olyan dolog egyébként, hogy ha tudtok olyat, aki ezt használja, vagy bárki ismerősötök van, akkor legyetek szívesek, próbáljátok irányítani afelé, hogy vannak kimondottan olyan helyek, ahol jelentkezni tudnak, nem kell nekik feltétlenül az orvosi, vagy az egészségügybe bemenniük, vannak lehetőségeik, nem kell előre bejelentkezniük, és minél hamarabb próbáljátok rábeszélni őket, hogy menjenek el egy olyan drogprevenciós programba, ahol leszoktatják őket erről a tevékenységről. A főtörzs őrmester intő, de jó szándékú gondolatait is meghallgatták a gyerekek a Sólya Miklós görög katolikus általános iskolában. Az intézményben a tanév végéhez közeledve a kábítószer elleni világnap alkalmából szemléletformáló, ismeretterjesztő programot szerveztek, ahol a részek szemüveg kipróbálása volt az egyik legnépszerűbb feladat. Van lehetőség arra, hogy intézményesített keretek között tudjunk felvilágosító prevenciós munkát végezni. Ez a mai napnak is a missziója, a célja, hiszen az önkormányzat által működtetett kábítószer egyeztető fórumnak a tagszervezetei, akik most itt vannak, és mondhatom, hogy lefedik azt a területeket, akik a családokkal, a gyerekekkel nap mint nap kapcsolatba kerülnek, maga az iskola, a gyermekjóléti alapellátási intézmény, a családsegítő központ, vagy a védőnői hálózat, itt van az egészségügyi kar illetékes szakemberei, a periféria alapítvány, úgyhogy mind itt vannak azok a szakemberek, akik az egészségügyi felvilágosításban, a prevencióban ott vannak, ismerik a problémát, terepen vannak, és adott esetben jelzéssel tudnak élni, hogyha valamelyik gyerek veszélyeztetve van, és beavatkozás szükséges, és segíteni is tudnak. A színezés és arcfestés is csak egy csel volt a gyerekek figyelmének lekötésére, eközben a szakemberek komoly témákról beszélgettek már a legkisebbekkel is. Olyan nyelven és stílusban, hogy azt akár az óvodás is be tudja fogadni a saját szintjén. Emellett játékos feladatok is voltak, megtanulhatták például a helyes táplálkozást. Jó. Gabona félék. Na, gabona félékhez mi? Ez egy! Tejtermék. Ez gabona, ez mi? Ez nem az. Szerinted az mi? Szerintem. Az tej. Egy másik asztalnál pedig a dohányzás és az alkohol káros hatásait szemléltették a szakemberek. A szájába az íjje, a fogai, mind tökélenek, és nézd meg, hogy megy az arcán. A rendezvény célja elsősorban a prevenció, az egészség tudatos szemlélet kialakítása és erősítése, amelyet nem lehet elég korán kezdeni, egy hátrányos helyzetű területen sem. Ahol valamilyen hátrányok többszörösen jelentkeznek, akár munkanélküliség, alacsony jövedelem vagy lakhatási problémák, ott talán veszélyeztetettebbek az emberek, mindenképpen ezt lehet mondani, de én azt gondolom, hogy nem szabad, hogy elaltassuk magunkat, ez akár a város bármelyik pontján, vagy bármilyen társadalmi rétegben jelentkezhet és jelentkezik is, tehát senki sem mentesül ez alól, minden szülőnek, minden intézménynek oda kell figyelni. Lehetnek olyan gózpontok, ahol ez súlyosabb és ott koncentráltabban, de mindannyiunknak észnek és figyelni kell. Világszerte mintegy 200 millió ember fogyaszt rendszeresen illegális szereket. A drog évente körülbelül 200 ezer ember haláláért közvetlenül felelős. A kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napja hivatalosan június 26-a.